2020. július 5-e van, 17 óra 40 valamennyi, és Martinka indul Bristolba. Először elmegyünk Amsterdamba remélhetőleg, és onnan pedig megy Bristolba, és onnan pedig megy Plymouthba. Vagyunk Linznél, itt van Martin Jack és Martin Jack. Jöttünk eddig 207 kilométert, 1200-ból, 19 óra 43-ban, és eddig jó haladt minden. Csak lassan kell menni, mert lefotózzanak itt bennünket. Úgyhogy eddig nem volt dugó, nem volt semmi, jól tudtunk haladni. Később megint bejelentkezek. Lesz a helyzet, de majd megnézzük interneten. Bekopogom, eddig majdnem 500 km-t jöttünk, és gyönyörűen lehet jönni. Szerencsére meghűlt az idő már, úgyhogy attól kicsit féltem, hogy ne legyen túl meleg. Martika itt van, kukucs. Eddig minden a tervek szerint van. Hála Istennek. Na hát kérem szépen, épp a semmi földjén, vagy senki földjén vagyunk. Lezárták az A3-as autópályát, mert kamionos baleset történt. 571 kilométert jöttünk, és kb. 15-20 percen már keringődünk. Jó irányba megyünk, nincs vele baj. Párhuzamosan megyünk az autópályában. Tehát, megmondom őszintén, ez egy ilyen hullámvasút, de tényleg. Olyan dimbek, dombok vannak itt, elképesztően, nem szívesen laknék itt. Úgyhogy még körülbelül egy 35 kilométer a cél, ahol be akarunk állni, nem a cél, fél út körülbelül. És hát egy 10-15 perce vagyunk vissza
sem voltam soha, de jó idő van, tehát nem esik ötessé meg semmit. Haladunk is egész jó, 60-70-80, nem voltam, hogy 100-al is mentünk már. Még mindig jobb, mint egy lezárt autópályán valamit ezért megérézni. Na így. Halihó. Vagyunk Geiservindben. Itt még nagy izé van, maszk viselgetések vannak. Mosok idiótának. Kihozták a kaját is, mert kiket van a tölteni egy papírt, mi ők is töltöttük. Melyik asztalnál ültünk, mi a címünk, mi a telefonszámunk. A telefonszámot nem adtam meg, mert engem elhívogassanak, ami passzre. Úgyhogy én már történek. Bankert a szemlaszám. Igen. És egy pár aláírás, hogy lehessen hamisítani. Úgyhogy több mint 600 km-t jöttünk, nagyjából meg vagyunk a felével. Sőt, a papíron több mint a felével. Nagyon jó vagyunk időben, még éjfél sincs. Ám érdekes, hogy 15-6 euróért itt ettünk két darab ilyen hamburger RTS menüt. 16 euró? Hát bazd meg, mert vannak itt árak. Lehet, hogy nem leszek itt törzs vendég. Na jó van, pápá. Stadiont éppen, a Bayer Arena-t. Egész nagy lett, azt nem sokkal kisebbre gondoltam. Valami szálloda is van itt egyébként. Úgyhogy egész jó kis tetőt húztak ennek a tetére, nem jól lehet látni, sötét van. De egész jó. We'll be right back.
megérkeztünk Schiphol repülőtér Amsterdamba. Most megyünk, megkeressük a Martinkának a terminálját. Hát csak ide értünk. Fúj a szél egy kicsit. De hát itt Hollandiában mindig fúj a szél, úgyhogy hatalmas nagy a repülőtér. Hogyha milyen szél van. Napra annyira nem lesz. Időben vagyunk, 7 óra lesz, 2 perc múlva. Király minden. Nem hoztam telefont, de hoztam, jó van. Na, akkor menjünk. Kis érdekesség, itt a világ egyik legnagyobb repülőteréről beszélünk. 6 óra 55-től nyitva kéne lenni ennek a sárternak. Most van 7 óra 16, és nincs itt senki. Most kérdeztem egy csávot, azt mondta, hogy hát elvileg jó helyen vagyunk, sőt gyakorlatilag is jó helyen vagyunk, csak ugye várakozni kell. Itt ki is van írva a gép, elvileg vannak is itt, csak ott nincs itt senki. 2020 Hollandia. Szenzációs. Hát nagyon jó. Nagyon jó. Na hát Martinket kiraktam a csomagfeladásnál. Elég sokan álltak már sorban, úgyhogy szerintem ott már nem lesz probléma. Még kicsit még várok. Most kivizettem a parkolást. A WC sehol, nagyon jó. Jó a hely. Úgyhogy, ja. Állítok ott, jó. Elmegyek egy szíveztem. Ja, nagyon jó.